Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Imádom ezt a szignált, meghallgatnám egyszer egy jó hanggal is. De szemét volt. Ja, bocs, nem úgy értett. Az előbb még halál jó haverba voltunk kint. A Jani ezt olyat nyomja. Adás az adás. Bealtad kint az előtérbe, hogy Tibikém, de rég nem beszéltünk, gyere, ölej meg, és puf, beléd rúg az első adató alkalom, olyat, hogy nem állsz meg a lábadon. Nem szép dolog, Jani. Pedig miért dumáltunk kint, mi? Majdnem, hát, majdnem 40 másodpercig beszélgettünk, aztán elmentem kimosni a bögrémet. Szerintem azt mondta, hogy elmentem kimosni, igen. Valami más. Na, mi újság? Figyeljetek, egy vizsgálat, mert nem azt mondja, vizsgálatról jövök, de egy olyan vizsgálaton voltam, amire nem szántam rá magam eddig. Magas labda, Jani, akarod elejutni? Nem, remélem, nem jön a Jani, tudod, hogy jövök. De várjál, honnan tudna, hogy mi az? Na, most csinált először. Később elmondták. Na, ez volt az IQ teszt. Igen, szóval nem vizsgálatok. Hagytam, hogy kitomboljátok magatokat, fiúk. Mennyire vagytok anyajegyesek? Annyira nem, mint te. De nem. Nézettél? Én nagyon. Szerintem egyébként a Balizs. Anyajegyes vagy, Balázs? Igen. Nézetted? Én szoktam, nekem kell, igen, mert nagyon fehérbőrű vagyok, és nagyon sok az anyajegy. Rászántam magam, én soha nem voltam, mert mindig kicsit legyingettem a dologra, hogy nem lehet baj. Elmentem egy ilyen anyajegy vizsgát, de mondom, ha már elmegyek, elviszem magammal a páromat, meggondoltam, akkor gyere velem, hugom, de elmegyünk együtt. Szólítod, hugom? Gyere velem, hugom. Hugom este. Igen, nyilván. Elmentünk, meg találtam egy ilyen magánrendelést, szépen elmentünk, beültünk a váróba. Mondd ki a betegségünk nevét, amitől félsz. Nem, amit megkaptál. Melanoma. Elmentünk egy vizsgálatra, beültem a váróba, így szemlégetem, és ki van írva, hogy bőrgyógyász és HPV központ. Akkor egy kicsit kezdtem szorongani, ugyanis a bal oldalamon egy barna lányjal, a jobb oldalamon egy szőke lányjal megjelentem a HPV központba. Tudod, finoman monitorozzák egymást az emberek, nagyon, ez a, mikor mindenki picit nézi, hogy csak tájföld, mi? Aha, valami csak benyaltál, mi hülye gyerek, na, akkor ez. Jött ki egy zenész barátom a vizsgálóból, akit ismertem, tök véletlen találkoztunk ott össze, az első mondata az volt, hogy... Anyád, ezek tőled is elkapnék bármit. Hülye. Nem, az első mondata az volt, hogy tudod, ez rögtön mentegetőzés, hogy nem az, rutinvizsgálat, csak rutinszűrő, nem a izé. Figyelj, oda mentem bejelentkezni, tudod, amikor nagyon hangosan próbálod a pultnál elmondani, hogy... Melanoma vizsgálat. Anyajegy vizsgálat. Csak jött. Az anyajegyeim miatt jöttünk. A párom, tudod, hangosan hozzáteszem, a párom csak elkísért, a szőkehölgy pedig a hugom. Márkóval halk rögés, hogy igen. A hugom oda ment bejelentkezni, majd mondták, hogy hogy hívják őt? Bodó Barbara. Mert hogy akkor egy ilyen finom röhögés átszaladt a várótérben. Tudod, ez a sztori eddig állt meg a lábán, Kassa fiam, és akkor visszament a féltestvére. Na, úgyhogy lement az egész sztori, de a nagy arcpirító dolog nem itt következett. Bemész, és tudatosul benned, hogy az összes bőrgyógyász nő. Nem az összes, szerintem. Hát figyelj, én... Tehát abban a központban mind, egyébként utána mentem direkt, hogy van-e pali, én egy palit találtam a komplet. De miért durva megmutatni nekik a hátad, vagy hogy miért olyan félre? Igen, mert nekem az urológus nő, akkor az ember kicsit szorul a bőrgyógyásznál, tehát hogy nekem kettő ha dolog. Csak nincs egy ritka a szemölcsöpölcsödöm, mert azt mondjuk meg. Azt Balázs, megértem, hogy nekem, nem akarom megmutatni, de egyébként egy női bőrgyógyász, de olyan nagyon sok probléma nincs vele egyébként. Nekem a hátam olyan érzi ki, mint neked a pöcsöd. Tehát, hogy ez egyik. És olyan szép is. Igen. A másik meg az, hogy én... úgy hámlik. Anyajegy, az anyajegynek megtiltani nem lehet, hogy ne nőjön olyan helyre is egyébként, ami az. Na, és mi a betegség? Te jól vagy? Megmaradsz? Minden oké? Megnéztél? Hangsúlyozom, tehát hogy most nem akarom neked elővenni, hogy ránézni te is, hogy jó indulatú-e, de figyelj, az van, hogy tényleg hát az emberek minden testrészén van anyajegye, és tehát azt mondom, hogy ezt a szorongást, ezt megmondom, hogy ezt nem kívánom senkinek. Tehát, hogy megmutattad, vagy nem? Meg. És? Elszörnyek? Ne, azt mondta, hogy hát megadta a számát, a privátot, hogy összefutnánk. Ti szívesen? Tehát, hogyha mondjuk mennél mondjuk bőrgyógyászhoz, akár egy ilyen vizsgát, vagy bármire. De nem szorongsz ettől, hogy egy nő, tehát nem tudom, én benne... Erről mi már sokat beszélgettünk, én a női doktorok mellett vagyok, tehát én urológust is csak nő.
Komolyan. Aha. Csak pasi. Én is. Nem, de a bőrgyógyász nem zavar. De... Ha csak, ahogy az előbb említett a kok miatt, ugye. De egyébként nem. Ha egy brutál, Balázsnak, ha egy brutál... Valahol egy hagyja, hogy higgyel reggel még megvolt, picit talán. Ha van egy brutál Nagy Magyarország anyai egy rajtadért... Nagyon sok pali van, aki bőrgyógyász egyébként. Tehát sok helyre tudsz menni. A bőrgyógyászat az nem egy olyan szakága az orvostudománynak, ahol kifejezett... A 90%-a nő. A 90%-a. Meg ezzel a formával nincs és semmi gond, hogyha nincsen fölé tetoválva, vagy a becsületem a hűség mondjuk. Meg Tibi, ez a test egy pali előtti sziki. Tehát, hogy teljesen... Hallod? Nincs olyan ember, hogy teljesen mindegy, hogy tök mindegy, hogy nő vagy férj, engedd el. Ezen egy pali ugyanúgy röhög a levet közöl. Tehát, hogy legyen elég annyi, hogy miután kicsomagoltam az árut, azért szakmai szimpóziumot rendeltek el fölém, hogy ilyen méretet még nem láttak. Tehát maradjunk az anyai egy méretét, ugye? Ilyet, azt mondták, hogy figyelj, mi ez, napóra vagy? Tehát, hogy azért hirtelen fölém rendelték. Jó, brutó két percnél azért ne beszéljünk többet erről, tehát menjünk tovább. Szóval én nem tudom, urológusnál jó, ha pali. Én azt szeretem. Tehát egy nő azért, amikor azt mondja, hogy támaszkodjál föl, mert most akkor nézünk valamit, az nem annyira szerencsés. De például a női nőgyógyász is jobban szereti nő, tehát szívesebben vagy a férfi, bocsánat, férfi. Hát pont ez, férfi. Nőként férfihez mész, férfihez nőként akarsz menni. Nem, nincs örök igazság, hol van meg a komfortérzet? Aha. Tehát én voltam prostata masszázson, én örültem, hogy pali csinálja. Ott neked nem de volt komfortérzet. De örültem, hogy érzi az ujjam, pedig itt van, nem a nagy közhely, hanem ott azért egy nő azt mondja, hogy na, akkor támaszkodjon föl kedves Sebestyénről a Sámlira, és nem sokára megérkezem. Tehát, hogy úgy a férfi valahogy veled azért úgy van, hogy ezen ő is átesett, tudja, milyen sorsközösséget vállal. Azért érted, egy idegen nő ne turkáljon a fenekemet. Tehát, hogy így a fene vigyel. Támaszkodjon ide Sebestyén úr, hogyha kapar a torka, én vagyok. Igen, tehát, hogy így nem tudom. Ahogy szerintem a nőket is megnyugtatja, inkább egy férfi nőgyógyász a legtöbb esetben. Én minden esetben azért tudok ettől a dologtól szorongani, nem vagyok egyébként pedig szégyellős, de azért végig gondoltam, hogy ha ne adja Isten tényleg egyszer valami olyan problémával mennél, hogy ott nem tudom, egy második fejnő rajtad, azt most egy nőnek ott nekiállni ezzel magyarázkodni, hogy például higgyel, csak a Széchenyi fürdőben voltam, és hát az történt, hogy fú. Tehát, hogy ne, nem érdekli. Nem érdekli. Ha találnak érdekli valamit, akkor sok mindent kérdeznek, igen. Ugye? És akkor, de azt mondta, hogy hát nyilván nem érdekli, nyilván rengeteg ilyet lát, de téged meg, neked meg izé. És az asszisztens ráadásul általában két 20 éves valami nagyon izé formás kis izé, még ott kóricán nyitogatja az ajtót, tehát hogy el tudsz süllyedni. Figyelj, ott nem az a kellemetlen, hogy mit találnak rajtad, hanem hogy ott van a barátnőd is a váróban. hogy rajta is megtalálják. Aki viszont tünetmentes. Mert akkor viszont nagyon gyanús. Hogy rajta is megtalálják. De egy picit még egyel tovább vinném a dolgot. Átlettem egy ilyen, elmentem, utána egy ilyen vérvételes sztorira, megnéztek egy ilyen teljes mindenféle allergia. Nem, most keresel valamit? Vagy nem keresel semmit. Bementél egy magánklinikára, beszabadult, és megcsinálta mindent. És itt mi van? Mindenit kipróbálom. Zártajtok a találtás, mindenhova bekopogtál, vagy mi történt? Megnéztem, mennyi van nálam, mondom, ezt most elverem, tudod. Most kicsit, most mulatunk. Menedzser szűrés, vagy ez mi? Egy ilyen szűrővizsgálatot, így van, és elküldtek egy ilyen vérvétel, és ott szintén vártam, időpontra mentem, és független attól ez egy olyan hely volt, ahol volt normál rendelés is. Megérkeztem időben, széptem sorszámot, majd kiszóltak értem, hogy Kassa Tibor, fáradjon be, névre hívtak be. És miért meglepő, a te nevedet használtál. És nem ez a szép, szépen finoman akkor fölhorkant a váró, sétáltam befele, Kassa Tibor! Majd csuktam be az ajtót, és valaki még hallott, hogy utánam kiabált, hogy javulást! Veled vannak az emberek. Igen, hát kivéve, mikor kifele jöttem, és egy idős, hogy ott várt, valószínűleg 20 perce készült arra a mondatra, ami csak annyiból állt. Besurranunk. Tehát a finom harcok... Mondtad nekem, időpontra jöttünk. Ez is jó, kaphatod volna azt is, hogy remélem már üszkösödik. Olyan rivalizálás van egyébként. Én hál' Istennek nagyon-nagyon kevéssé veszek részt így az egészségügyben, de ott szerintem ebbe a váróba való rivalizálás, meg hogy egymásnak a méregetés, ez olyan szinten van, hogy én elképzelnem tudtam volna előtte. Ez az élet, így élnek az emberek. Látod, ahonnan te jöttél, ott ezt nem megszokott. Ezt egy nap megtapasztalod, mások így élnek, érted? Tehát te ott az üvegkalitkában, érted? Hát így, hogy? Na, az most végre megtapasztaltad, milyen a magyar egészségügy. És azok voltak az emberek ott a váróban. Mondják, ők azok, akik CD-t lesznek, koncertre mennek. Ők a koncertlátogatóidat. Nekik írod a dalokat. Jól értem-e, hogy ebből, hogy én elmentem egy ilyen szűrővizsgálatot, és ki tudtam jönni én rosszul. De most egészséges vagy, vagy nem engem? Csak azért, hogy én komolyan aggódom. Én most tényleg, most percek óta mondja a megszólás, szorongok, hogy jó, vagy minden oké. Ez nagyon jól esik. Volt egy anyajegy, amitől én tartottam, de hál' Istennek minden rendben van, úgyhogy tudok jönni jövő héten kedden is. Hát akkor ez abszolút indokolatlan, ha még nem is
beteg, nem? Abszolút. Jó van, de akkor megmaradsz. Megmaradok, de nem a várótermi harcok azok, amik ma reggel bőkik a csőrömet. Hát életben várjad a várjad. Vagy azt hittem, van. Egyébként ez most annyira jó lesz ez a csőrbökés, hogy ez új szikrát akartam cserélni. Balázs! Nem, az le akar, várja, megvan. Várja. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tudjátok, úriember biztosban nem fogad. De ez, amit most hoztam... Ez hármas, mi? Ez olyan... Ez a közhelyhez, nem kapcsolód. Ez olyan, gyerekek, ez olyan, hogy esküszöm, tegnap este nem lettem volna rohadt lusta, ehhez új győzelmi szignált akartam csinálni. Aha. A mindent elsöprő csörbökés. De majd lehet, hogy mi eldöntjük, kicsit, hogy milyen. Kicsit, amikor a hype-olod, akkor én már mindig félek egyébként. Ez, amikor nem hype-olod, jó, amikor nagyon hype-olod, akkor most kettes. Olyan, de olyan, hogy bebőksz. Aha. Nagyon komolyan mondom. Ez kicsit, amit egy viccnek megágyaz, hogy gyerekek, ez igaz? Nagyon jó lesz, öngyilkosság szerintem. Tehát csak vezest föl simán, ha már nagyon fölhájpolod, már nem tud olyan jó lenni. Meg ez olyan, mint a boxolóknak a kapaszkodás, egy kicsit így várja már a gongot, én úgy érzem. Olyan, hogy ezzel, hogy így elővezetem, akkor lehet, hogy nem lesz annyira jó, attól féltek? Na mindig, akkor nem hájpolom tovább, jó? Ne igazol tovább. Ez most olyan lesz. Na mond. Egy pici privát szféra. Ezek, ja, mert hogy eddig nem volt. Aha. Ennyi. Na, jogos. A te anyajegyed az igazából közül. Ja, értem. Tehát eddig nem az volt, most az jön. Aha. Nem. Küldesz egy üzenetet valakinek. SMS, bármi, üzenetküldő program, Facebookon üzensz, bármi. Nem mondom, ugye, az egy régi dolog volt, ide figyelj, soj már így mellette, mit fizél, Mandi? Nézzük, nem, az a látóteremen kívül ütögetsz, igen. Hagyjál már. De nem tényleg eddig jó, igen. Eddig bőrletes. Balázs, eddig nagyon jó, tedd igen. Le a telefon, koncentrálj, igen, utasd vele. Úgy izgulok, igen. Utasd vele. Jó, de várjál, Tolkien is a babóból, érted, amit csak egy előzmény volt, csinált három részt. Ki tudja, még akár jó is lett. Igen, küldesz egy üzenetet. Küldesz egy üzenetet. Régen is ugye, az már szerintem nem is tudom mikortól volt, amikor kézbesítési jelentést elkezdted kapni, örültél neki, hogy legalább látod, hogy átmegy az üzenet, ugye? Igen. Igen. Ne ugyan. Ne, de hogy uram, várom, várom. Hát ember is tolit nem vezet föl. Kézbesítési üzenet, ez még úgy azt mondod, hogy ez még jó, mert látod, hogy átment, tehát hogy sikeresen megérkezett az üzenet. De igen? Most jön az, amit én rémesen utálok, és tényleg szívből gyűlölöm. De és nagyon? De nagyon? Semmit se jobban. Az, hogy miért kell arról értesítést küldeni a feladó félnek SMS-nél, bárminél, hogy én óra, hány perc, hány másodperc, akkor olvastam el az ő rohadmányos üzenetét. Mert eddig a kétség benned volt, hogy megérkezett, nem biztos, hogy elolvasta. Nem, mert ez a világ legnagyobb szemétsége, mert emiatt, hogyha úgy érzed, hogy nem tudsz időbe válaszolni, inkább nem nyomsz rá, hogy ne lássa, hogy olvasd, csak a fejlécit olvasod el. Aha. Emiatt, hogyha olyan hiperaktív valakivel botlasz, aki az... Ne szipogjál, Balázs! Ne szipogjál! Megvannak azok a rádióműsorok, ahol olyan érzik, hogy valaki van hátul. Hogy a vendég beszél, és a műsorvezető úgy szoszak, hogy... Megvan, egyre többször hallgatok ilyen beszélgetős műsorokat, csak ez a része kicsit zavar. Igen? Hát, de nézzük, az más percet? Nem, sajnos öregedik rá a szakma. Nem, annyi orszőr van a riporter órában, hogy nem tud rendetlen levegni. És közben így szuszol. Mondjad? Na, akkor tegyetek... Igen. Na, tedd a szívedre a kezed. Tehát az elolvasva, kézbesítve. Egy pipa, két neked pipa. Még, neked nem volt-e még olyan, hogy csak azért nem nyomtál rá üzenetre, hogy ne lássa a túloldal az ember, hogy már elolvastad. A fejlészből kiblöfölted, hogy nagyjából mit akart, kösz, majd holnap majd rányomok, mert látni fog, hogy elolvastam, hisztizni fog, hogy miért nem válaszoltam, mi tartott 6 órán keresztül, még választ kerestem, vagy akkor még rögtön rádob egyet, hiszen már látta, hogy olvastam. Hát ha beállítások funkciót, hogy végigböngész az ember, például mondjuk a Viberen, azon be lehet állítani, hogy ne lássa, hogy mit olvastad. A legtöbben nem lehet. Akkor a legkevesebbet mondtam. Jó, egyébként már egy újat mondtál, mert azon bele, hát meg fogom nézni. De miért is Samsungosak tudtok viberezni? Hát nagyon jöttök. Nem, egy iPhone-os haverom mesélte. Azért mondom, te Samsungos, honnan tudnál, hogy van egy ilyen, ráadásul Viber magunknak, nem Vibernek, mert Skipének, egészen fejlődsz. A fonetikusok küldték át, mert tudod, mit tufák, nem? Azt sem tudjuk, meglepő ez az ugrás, amit itt mutatta, hogy Viber, és jól mondod. Megtalálta a felolvasó módot az op rendszerbe, tudod, és felolvastatja magának. Használod, és nem Viber.
Bieber megmondod, hát döbbenetes vagy. Igen. De tök őszintén, soha nem volt még olyan, csak a fejlécet olvastad el, csak az, hogy a másik ne lássa a túloldalon, hogy elolvastad az üzenetét. Na, őszintén. Te mindent rögtön elolvasol, hadd lá... Én nagy SMS-en nem válaszoló vagyok, de hogy valahogy ebből így nincsen akkora dolog. Tudok úgy elolvasni, hogy csak ha tényleg a fejlécet olvasod, és akkor nem látja. Igen. Abszolút. De... Ferenc? Nem csinálok ebből problémát, én nem? Nem érdekel, hogy te mit szólsz hozzá, hogy én csak két nap múlva válaszolok. Szerintem, hogy ha tanulsz belőle, hogy nem. Ne írj többet. Ebben most egészen biztos, ezt most elkenitek ezt a komoly problémát egyébként. Szerintem ez tényleg egy hülyeség. Tehát ez egy betolakodás az én privát szférámban. Mm-hmm. Majd én elolvasom, amikor elolvasom, onnan fogod tudni, hogy elolvastam, hogy válaszoltam. Tehát, hogy ennyi, nekem ennek egy következő lépés az, hogy csörög a telefon, és akkor kapjál. Felveszem ki, az Lóri vagyok. Nem. Mi van, szevasz? 11-re ott vagyok. Nem, és kapjál arról egy értesítést, hogy már a kezemben van a telefon. Tehát, hogy kapjál arról egy értesítést, hogy én fogom, és úgy nem veszem föl igen, neked igen, a telefon. Igen, a kézbesítési jelentés az ugye az volt, hát, amikor ő az megkapta az annyi volt, most ugye kézbesítve elolvasva. Igen, tehát két pipás, akkor vagy nyugodt. De azt csak az iMessage-et jelzi vissza, a zöldet nem jelzi vissza, hogy elolvasta, csak a kéket jelzi vissza. A Facebook Messenger, az összes olyan, ahol ténylegesen kommunikálunk ma már, az mindegyik szépen jelzi óra, persze, hogy hány, mikor van elolvasva. És ezt én szívből gyűlölöm, hogy ezt nem lehet kikapcsolni, mert majd, ha én úgy döntök, hogy válaszolok, akkor abból tudod, hogy eljutott hozzám, és én válaszolok. De ez nem gond. Engem is az arra, és Móninak például küldtem egy üzenetet a Viberen, hogy megszólás után hívlak, csak tudod, mindig innom kell egy kávét tipi. És kézbesítve válaszolva, de nem olvasta el, de nem zavar. Majd elolvassa. Jó, akkor viszont azt gondolom, hogy legyen a következő lépés az, és akkor menjenek ebbe az irányba, hogyha ti ezt ennyire szeretitek, hogy látják, hogy mit csináltok. Nem úgy, zavar hogy... bennünket. Hát nem zavar. Engem zavar. Tehát én azt gondolom, hogy igenis ne lássa majd én, ha válaszoltam, akkor abból tudja, hogy elolvastam. Tehát nekem volt, hogy éjszaka üzen valami hiperaktív. Rád üzen éjszaka. Te megnyomod félálomba. De látja, hogy nem válaszoltál, akkor abban a pillanatban már benne vagy abban a csőben, hogy láttam, hogy olvastad, nem válaszoltál. Mondom, legyen akkor a következő lépés, hogy a csöngő telefont, amikor kézbe veszem, akkor az adjon egy jelzést a túloldalon, hogy a kezében van, direkt nem veszi föl. A Viber ki lehet kapcsolni egyébként, tudtátok? Tessék? A Viber-t azt ki lehet kapcsolni, és akkor kiír a neved mellé, hogy Viber out. És akkor... Nem jó, most beleolvastál a használatot a zsitásba kicsit. Igen, elkavarodtam valahol. Egyébként ennél engem sokkal jobban idegesít, hogy nincs témája. Miért nem lehet ezeknél rohadmányos telefonoknál, ha már telefon, ugyanolyan töltő csatlakozót csinálni? Pont azért, hogy megvedd az új töltőt. Hát 3 órát kerestem ma reggel egy töltőt. Miért nem lehet minden telefonnak ugyanolyan töltője? Miért nem lehet megcsinálni, hogy ugyanaz a töltőt nekem hoznak egy nagy döntést a nagyok, és azt mondják, gyereke, mindenki kap egy ugyan, ha már a mi termékünket használ, te is veszed, töltse mindenki ugyanonnan. Ugyanolyan. Hát nagyon nehéz, erre választalom. Mindegy. Pénz. Uh-huh. Üzlet. Nyilván persze. Profit. Jó, csak visszatérve erre. Át akarsz ülni helyemre, mert erre adnék én is egy ítéletet most a töltősödre. Nagyon tetszik a felvetés, ha téged ezdeges, hogy miért nem minden márkának ugyanaz a töltő, gyere, üljél már át a helyemre. 3 órát kell kutatni, hogy legyen valakinek egy töltője. Hozzuk a hozzakítéletet gyorsan, ugye ebben nincs több. Hozzál utána jövök át, és akkor én is hozok a tiédre. Nagyon tetszett a töltős, marha jó volt. Miért idegesítik? De jó volt. Engem nem idegesít. Engem idegesít? Srácok, a Viber-rel kapcsolatban én azt tudnám mondani. Kettes szintű csörgökés. Esse! Most mi nem akartad megbántani? Ezért kárhagyjak el felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható, de nem teljesen egyértelmű, nem is a legrosszabb. Egy kettes ítéletet tudtam ráhozni. Ha valamiért ezért a bökésért akarta egy új színlát csinálni, a jackpot mindent elsöprő csörbökés. Már lett volna dolgozni ez vele. Volt a jackpotos csörbökés. A mindent elsöprő csörbökés. Pedig már 3:50, hát lassan megint arra kell gondolnom, hogy esetleg hosszú évek után először úgy jössz ide, hogy nincs témát. De van! Méghozzá egy olyan téma, amiben igazából segítségeteket akarom kérni, mert próbálom a dolgot értelmezni, nagyon tetszik, borzasztóan szeretem, és együtt meg is tudjuk a dolgot valósítani. Biztosan nem foglalkoztatok egyáltalán vele, vagy csak hírként találkoztatok vele, a srác, aki egy ilyen mini államot alapított, mert picit megunta a baránt kis otthonában. Itt a szomszédban, nem? Igen, itt a szomszédunkban. Olvasom. Valaki talált egy ilyen senki földjét. Én nem akarok komolyabban belemenni a politikai vonulatába a dolognak, mert rohadtul nem értek hozzá. De a lényeg az, hogy talált egy ilyen kis senki földjét, amin egy mini államot alapított a lelkem, és azt szépen ott elkezdte bebútorozni, kitalálni egy kis saját rendszerét, és most éppen arra vár, hogy a környező államok jóvá hagyják.
hogy egy picit foglalkozzunk már ezzel, hogy van, van ilyen senki földje lista, tehát hogy én, ha én most le tudod tenni a Google-ról, hogy te hova akarsz költözni, hol vannak ilyen senki földjék, ilyenek vannak, ezt mi tudnánk most találni? Előfordulhat, de pár évvel ezelőtt volt például olyan, hogy egy csickó kitalálta, hogy egy használaton kívüli fúrótornyon, olajfúrótornyon kikiáltja a saját kis köztársaságát. De ez marha nagy. Aha, a földművesség ott nem nagyon dübörög, mi? Nem. Csak amit a sirályok oda hordanak. Ezt meg tudod csinálni, elvileg erre van lehetőséged. De földrajzilag hogy? Találsz egy olyan pontot, igen, akkor ott létre tudsz hozni. Ezt csak csinálták Afrikában, és már sok helyen próbálkoztak ezzel. Hát másként, ha csak emlékszel arra, hogy amikor még volt határ, és mentél Bécs felé, igen? Akkor kiléptél Magyarországról, mentél 200 métert, és beléptél Osztrákiába. Hát ott a kettő között te simán csinálhatnál valamit. És csak két országgal kell dumálod. Érted? És akkor megvagy. Egy van egy 200 méter széles országod, viszont marha hosszú. Ilyen szigeteknél arra kell figyelned, hogy ez nemzetközi vizeken legyen. És akkor legalább egy ország mondjuk így elfogadja azt, hogy te neked ott van egy ilyen kis állam, hogy elismerje. És mert... akkor te nekiindulsz egy hátizsákkal, és akkor találsz egy ilyen darab, ilyen senki földjét, ott körbeszurkálod, ilyen nem tudom, ilyen kerítést létszekre, és azt mondod, hogy ez egy kaszalend, és aha, akkor... Igen. Ne hülyéskedj már. Hát mondjuk a névválasztáson még picit tudsz dolgozni a kaszalenden. Kaszalend. Hát azt egyértelmű megcsinálnád egyébként? Hát szerintem marha nagy poén. Hát gondolj bele, hogy nekiállsz, ott a saját kis szabályrendszerét ott kidolgozni, tehát én rögtön csinálnék ott valami olyan adóparadicsomot ott 7 négyzetkilométeren, hogy belebolondulsz. Tehát, hogy az ott lenne 6 darab kaszinó, 4, ezért nem tudom, valamilyen ilyen, valami kuplerája, nem tudom, tehát hogy szerintem... Tehát kaszinó, kuplerája, adóparadicsom. Ja, nem. Nyilván. Hát ez a három. Múzeum. Igen, nyilván, hát ha én csinálnék egy önálló államot, az nyilván tele lenne múzeummal, és rengeteg könyvtár lenne. Hát erre... Mire tippeltél? Igen. Kupi múzeum, kaszinó múzeum. Na, de egy picit játszunk el a gondolata, hogyha mondjuk mi négyen létrehoznánk egy ilyen mini államot, akkor kinek milyen... Ott háború lenne szerintem. Gyerek, az első megtámadnánk egymást. Egy a mini államon belül, igen, a megyék megtámadnák egymást azonnal. Én az első nap ellopnál a felé egy ingét sátor. Há, igen, nem az a baj, de ott sivítaná, hogy bár megint átjön a disznó szátszag. Te lennél középföld, ahol a hobbitokat. Egyértelmű. Igen, hogyha visszatovágodik a történetet, ti jönnétek hozzám, hogyha el szeretnétek igazán nagy dolgokat érni, például, hogy vigyek el egy gyűrűt. Dobbele. Igen. De a Jani például szerintem döbbenetes jó lenne ilyen valamilyen igazságügyi dolognak, vagy nem tudom, tehát igazságügyi miniszternek, vagy valami ilyennek, tehát ő szerintem, ha valaki rendet tudna tartani, én például csak a Janit tenném. Én nem akarok egy olyan államban élni, ahol a Jani tart rendet. De. Én nem akarok minden nap mindent élére hajtogatni, mindent 6-szor kivasalni, úgy fürdeni, hogy közben ki kell mosni a kocsos ruhát, és négyen fürdeni egy vízben. Akkor én kilépek. Én megmondtam az unió egységét, én kilépek, és saját magánállamot alapítok. Tehát nem Jani hozza a törvényeket. Vagy legyen egyfajta kontroll. Nem az a baj, hogy négyen fülünk egy vízbe, hanem hogy nem mindig te vagy az első. Másodiknak se örülnék. Ott csak első akarok lenni. De azt mondom, hogy Jani egy jó igazságügyminiszter. Tehát, hogy ő az, aki felelne a rendért, hogy ott minden rendben legyen, élén legyen. Én egy olyan világban, ahol Jani ezért felel, én tudnék élni. Mert téged azonnal bebörtönöznének. Tehát mi ketten mennénk a börtönbe. A Feri lenne a földművelés ügyi, vagy mi az lenne a Feri? Az te lennél. Agrár. Igen. Agrár. Ja. A Balázs egyértelmű az oktatásért felelne. És PR vonal. Oktatás is. Nem lennének sokan az óráimon, hárman lennétek, de lenne hova fejlődni. Azért lehet tudni. Melyik órával kezdenék, tanár úr? Illemtannal. Nem túrunk orrot, nem esszük meg. Mondja ez az, aki leszettem a mikrofon szívacsról a morzsát és megette. Hát én az oktatást vállalom. Is megbecsülik. Az oktatást vállalom. Az egy jó poszt. De és te magad, te mi lehet? Elnök, kormányzó? Vagy mi? Hát egyértelmű a király. De hogy ez királyság lenne, igen, tehát az államformát ne kéne határozni, hogy mi lenne. Alkotmányos monarchia, királyság, köztársaság, tehát hogy mi lenne? Csomolyat mondta, amit nem értettél. Azért nem akartalak összezavarni. Sima királyságban nem megyük bele. Na, de ez jó móka lehet egy ilyennel foglalkozni. És ugye ebből aztán ki tud nőni, tehát így, hogy most mi nekiugranánk ennek négyen, és ebből utána ki tud nőni egy rendes, valami kis működő mini állam. Azért, mert mi most négyen úgy döntünk, hogy a senki földjén ott leszurkálunk karókat, és ott nekiállunk ott uralkodni, oda jönnek emberek, mert nekik tetszik a mi programunk, ahogy mi ott élünk, és akkor egyszer csak az egy létező mini államként ott elkezd funkcionálni. És minden vasárnap a tűz körül sorsot hozunk, hogy ki legyen a jövéten a csaj. Még csak négyen vagyunk? Igen. Most már biztos, hogy nem jössz, négyen. Mi? Azt nem mondtátok.
a gyufát húzunk, aki a legrövidebb, azt kezdi. Igen, igen. De hát ott lennének ilyen kellemetlen pillanatok, amikor például mit kihúzzák TV-t még egyszer, meg megint, még egyszer, meg megint. Én meg nem az, hogy ő tiltakozik, hanem hogy már megint a TV, légy, nem már. Én megbügykölöm a szavazást, igen. Vagy a sorshúzást. Én megbügykölöm. Ez egy nagyon gálás felajánlás a részedből. Bügyköld meg. Belenyúlok a szavazásba, én a kasza lenne. Valamire azt érzem, hogy ez a mini állam létrehozása, pedig én azt gondoltam, hogy mi négyen jól csinálnánk, hogy mindenki bebülne, de hogy ti nem akartok mini államot csinálni. Hát ha lehetünk többen, jöhetnek nők, ott jöhetnek a feleségeink, és szaporodhatunk, és sokasodhatunk, akkor ilyen így négyen egy nap alatt felbomlanak. Akkor én itthon maradok inkább. Tehát egy nap alatt háború lenne, káosz, anarchia is, és vége is lenne a jó, mi államnak. Hogyha bárki tud egy valami frankó ilyen senki földjét, amin el tudunk kezdeni karókat szurkálni. De ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehet keresni. Ezt most beütöd ezt a Google Earth-en, hogy senki földje, ha? Senki földje, és akkor ad egy ilyen listát arról, hogy ott hol lehet egyet megalakítani? Jó, én ezzel foglalkozok, keresek egy olyan területet, ami szimpatikus, és akkor jövő hétre hozok róla képet, hogy hol tudnám elképzelni veletek a mini államot. Az nem lehet, hogy te előre mész, megalapítod, mi pedig itthon figyeljük az eseményeket. Szóljak, hogyha kész vagyok? Nekem ne. Szóljál, kész vagy, Tibi. Szóljál. Azt írja egy hallgató, hogy csak azt olvastam, hogy ezt előbb játszátok le Monopolyval. Egyébként le lehetne. Ott kiderülne azért, hogy ki. Ott ki mit gyűjt és ki milyen jellem. Igen. Fiúk, akkor maradtam egyedül csinálok mini államot, akkor nem jöhet. De akkor nem jöhetek velem a kaszinó kuplerá államomba már később, ha kész van. Túléljük valahogy, jó? Ma rájöttök, hogy ki az igazi barát, hogyha nem jöhettek velem. Félve kérdezem, hogy olyan sok mindenről beszélünk, már nem is emlékszem. Uh-huh. A bőrgyógyászat megreformálására, a harcokért, a kézbesítési üzenet felbomlasztásáért, a mini állam létrehozásáért jogos-e a tas és a sikoly? Ennyi mindenképpen jár. Ami jár, az jár. Ami jogos. Köszönöm szépen Tibinek! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.